Románia és Magyarország határmenti megyéinek infrastruktúrája rohamosan fejlődik. A védett fa és pontán növényi fajok természetes élőhelyének fejlesztése a nagyváradi Kálvária-dombon és a Hajdú-Bihar megyei Körösszeg-Apátiban című projekt is a Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 keretében valósult meg az Európai Unió társfinanszírozásával. Az ökológiai turizmuson alapuló projekt költségvetése megközelíti a 2 millió eurót. A Nagyvárad északkeleti részén elhelyezkedő Kálvária-domb a természet öléből csodálatos panorámát nyújt az egész városra. A település önkormányzata itt egy rekreációs központot hozott létre, hogy népszerűsítsék a természeti értékeket és megőrizzék az itt található védett növényfajokat. A programban partner a Nagyváradtól 40 kilométerre található magyarországi Körösszeg-Apáti Román Ortodox Parókia. Itt szintén szabadidős központot alakítottak ki. Am reușit aici să realizăm un habitat natural cu mai multe specii de arbori, arbuști și plante perene protejate pe aceste meleaguri ale Ungariei. Ezekkel a komplex funkciójú zöld terekkel újabb turisztikai útvonalak jöttek létre Románia és Magyarország határmenti térségében.